Tisztelt magyar honfitársaim, kedves magyar testvéreim! Valóban, ahogy azt a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom alelnökétől hallhattuk, egy óriási szégyen, hogy ma Magyarországon nem állami megemlékezés keretében vagyunk ma itt, és még ennél is sokkal nagyobb szégyen, hogy Budapest vezetése, Budapest főpolgármestere, aki egyéb iránt már tanúbizonyságot tett arról is, hogy polgármesteri munkájára is teljesen alkalmatlan, betiltotta ezt a rendezvényt, és megpróbálja megakadályozni, hogy mi elmenjünk és leroljuk kegyeletünket, tiszteletünket azok előtt, a hősök előtt, akik nélkül Magyarország nem úgy nézne ki, mint ahogy jelenleg kinéz, és nem ott lennének a határai, ahogy jelenleg vannak. De ehhez azért hozzá kell azt is tennünk, hogy Magyarország határai nem csak Sopron környékén, nem csak nyugati határszélen módosulhattak volna, hogyha ez a felkelés nem csak a rongyos gárda által történik meg, hanem sokkal szélesebb körű felkelés bontakozik ki, fegyveres felkelés, ahogy azt láttuk Törökország példáján, akik nem fogadták el a saját trianoni diktátumukat, és Törökország sokkal nagyobb az ő fegyveres harcuknak köszönhetően, mint ahogy azt az első világháború után a győztesek kitalálták és megrajzolták. Ha az akkori kormány, amely sok mindenben egyébként, legalábbis ebben a megalkuvásban mindenféleképpen hasonlít a jelenlegi magyarországi kormányra, ha az akkori kormányzat a rongyos gárda mögé állt volna, akkor egy sokkal szélesebb körű fegyveres harc bontakozhatott volna ki, és ma Magyarország jóval nagyobb lenne, Magyarország sokkal erősebb lenne, mint ahogy végül a soproni népszavazás után az kialakult, és aztán a II. Világháború után úgy maradt. De az előttem szólók azt is elmondták, hogy elsősorban ma azért jöttünk itt össze, mert azokra a hősökre emlékezünk, akik nem pénzért, nem paripáért, nem pozíciókért, hanem kizárólag önzetlenül a hazájukért fogtak fegyvert, rongyosan, egyenruha nélkül, irreguláris csapatokként, feláldozva az életüket is azért, hogy Magyarországot megmentsék, és hogy harcoljanak a trianoni gyalázat ellen. De ne hallgassunk arról sem, hogy mi történt korábban. Hiszen az előbb nem csak azt hallottuk a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom alelnökétől, és egy kicsit nosztalgikus hangulatban hagyj idézzem föl, hogy 2001-ben, amikor egy-két barátommal, bajtársammal a 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat megalakítottuk, pontosan a rongyos gárda példája lebegett a szemünk és az én szemem előtt is. Tehát ahogy Drábik János az előbb csodálatos felszólalásában, és ezúton is hagyj köszönjem meg azt, hogy ide jött még akkor is, hogyha egyébként az egészségi állapota az nem biztos, hogy engedte volna, hogy ide jöjjön, de ilyen egy igazi hazafi, ilyen egy igazi harcos, mint János bátyánk. Szóval vannak előttünk példaképek, és az ő példájukat követve, még ebben a nagyon furcsa modern világban is, nekünk igenis küzdenünk, harcolnunk kell, és ki kell mondanunk az igazságot. Ki kell mondanunk azt az igazságot, hogy ahogy az előbb a vármegyések alelnöke azt elmondta, még én sem tudtam, hogy a dédnagyapja, aki soproni lakos volt, német nemzetiségűként szavazott arra, hogy Sopron ne Ausztriához, hanem Magyarországhoz tartozzon. Tudjuk azt, hogy számos német ajkú honfitársunk, sőt horvát honfitársunk a nyugati határszélen küzdött, harcolt, és a népszavazáson pedig szavazott arra, hogy Magyarországhoz visszakerüljenek. És miközben nem magyar ajkú, nem magyarnak született honfitársaink küzdöttek akár a rongyos gárda soraiban, vagy akár lakosként, soproni, vagy a környező települések lakosaiként azért, hogy a trianoni gyalázatot meg tudják változtatni, aközben nem hallgathatunk arról, hogy magyarul beszélő, addigra már magyar nevű emberek innen Budapestről idézték elő, okozták valójában Trianont. Mert olyat még nem hallott a világ, ami itt Magyarországon megtörtént, hogy egy hadügyminiszter azt mondja,
hogy nem akar több magyar katonát látni. Ha ez nem történik meg, ha ezek a magyarul beszélő, többnyire már akkor magyar nevű, de valójában idegen szívű, nem magyar, és bizony a proletár diktatúra idején a kormányzatot tekintve többségében zsidó ember nem gyalázta volna meg a magyarságot, nem fegyverzi le a magyarságot, nem veszi ki a magyarok kezéből a fegyvert, akkor nem csak a rongyos gárdára kellene ma emlékeznünk, hanem arra a rengeteg magyar hazafira, magyar honvédre, magyar katonára, akiknek köszönhetően ma legalább Erdély egy része, jelentős része Magyarországhoz tartozhatna, a székely testvéreink Magyarország területén élnének, a délvidéki testvéreink jelentős része ma Magyarország területén élne, és ugyanígy a kárpátai felvidéki testvéreink, mint ahogy a soproni magyar honfitársaink ide tartoznak. Nem lehet tehát elhallgatni, hogy akkor, amikor a rongyos gárda bizonyos tagjai akár részt vettek abban a cselekménysorozatban, amely megtisztította Budapestet a vörös rongyoktól, megtisztította Budapestet és Magyarország jelentős részét felszabadította a vörös patkányoktól, akkor igenis ki kell mondanunk, hogy az is hőstett volt. Nem csak később a trianoni következmények elleni harc. Mindezekkel együtt pedig szégyen és gyalázat, hogy ez a polgármesternek is teljesen alkalmatlan, magyarnak pedig nyilvánvalóan hitvány, Karácsony Gergely, budapesti főpolgármester megtiltotta azt, hogy betegyük ide a lábunkat. Azt gondolom, hogy, és bízom benne, hiszen itt régi bajtársakat látok, hogy nagy csalódás lenne számotokra, hogyha én ezt elfogadnám. Így aztán én igenis kimerem azt mondani, sőt buzdítalak benneteket arra, hogy a beszédek elhangzása után menjünk be. Nekünk ott a helyünk, semmilyen Karácsony Gergely, semmilyen hazaáruló, semmilyen akár a károlyi, akár a proletár diktatúra utódai, utódpolitikusai nem akadályozhatják meg, hogy mi megemlékezzünk Magyarország hőseiről. Úgyhogy természetesen bemegyünk. És még valami. A mi hazánk alelnöke, Novák Előd már elmondta, és beszélt arról, hogy milyen szégyen, milyen gyalázat az is, hogy miközben ezeknek a kiváló hősöknek minden magyarországi településen szobrai, emlékművei kellene, hogy legyenek, ehhez képest elbújva, tiltva kell rájuk valahol megemlékezni. A Mi Hazánk mozgalom vállalja, hogy kormányra kerülve, de csak akár a 22-es választások után a mérleg nyelvévé válva, ki fogja harcolni, hogy Magyarország főterein ott álljanak az emlékművek, amely a rongyos gárdára emlékeztetnek, és ott legyen a magyar országgyűlés közelében, emlékeztetőként a magyar parlament közelében a rongyos gárda emlékműve. És mivel jellemző ránk, és a Virradat programot is úgy hirdettük meg, hogy bemutattuk, hogy hogyan kezdtük megvalósítani parlamenten kívüli pártként is. Természetesen az a méltó, hogyha ezt hozzáteszem azt is, hogy parlamenten kívüli pártként mi nem azt ígérjük, hogyha majd ránk szavaznak, akkor ezt megvalósítjuk, hanem ahol megtehetjük, ott meg is valósítjuk. Tehát itt szeretném bejelenteni, hogy Ásotthalmon, közterületen, nem eldugva valakinek a magánportáján, közterületen, a főtéren állítjuk az első ilyen emlékművet a rongyos gárda emlékére. Még a választások előtt és szeretettel várlak benneteket az emlékmű avatására, és várjuk természetesen a magyarság ellenségeit, akiknek most is magyar nevük van, magyarul beszélnek, jöjjenek nyugodtan, őrizni fogjuk éjjel-nappal az emlékművet. És azt is elmondta az alelnökünk, hogy filmeknek kellene szólnia a rongyos gárda hőseiről, hős tetteiről, hogy megismerjék a fiatalok, hogy mit tettek Magyarországért, a hazáért, hogyan áldozták fel az életüket a magyarságért, mindannyiunkért.
És ebb tekintetben is ugyanezt tudom mondani, nem várjuk meg, hogy bekerüljünk a parlamentbe, hanem elkezdtünk már azon dolgozni, hogy készüljön egy film kizárólag összefogásból, kizárólag adományokból, amely a rongyos gárdáról fog szólni, cenzúrázatlanul, nem meghamisítva a történelmet, ahogy azt még jelenleg is szokták. Úgyhogy mi így harcolunk, így küzdünk, nem ígérgetünk, hanem ezt a harcot nagyon régóta megvívjuk, és a jövőben is ugyanúgy ezt a harcot folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.